Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Manapság egy igazgatói állást nem szokás visszautasítani, csak azért, mert tudom, hogy nem 100%-ig én vagyok erre a posztra hivatott. Hanem általában el szoktuk vállalni, még hogyha úgy gondoljuk, hogy csak hát lehet, hogy meg tudom csinálni. Azt gondolom, hogy aki ezt meg tudja csinálni, és tudja, hogy van a közelében egy olyan hölgy, aki viszont 100%-ig alkalmas erre a posztra, akik ezt meg tudják csinálni, azok az önértékelésükben egészségesek. Ezt a témát szeretnénk ismét körbejárni ebben a műsorban, és olyan kedves hölgyek vannak itt a stúdióba velem, akik ezt átélték, és természetesen ezt igyekezni fogunk kivesézni, és akkor itt meg is ragadom a szót, és köszönteni szeretném a vendégeimet itt a stúdióban. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és először is szeretnék egy rövid bemutatkozást kérni tőletek. Ági és Andrea, köszöntelek benneteket. Először tőled kérném ezt, Ági. Béker Ági vagyok, a Reménység Magjai Alapítvány egyik alapítója, gyermek- és hitoktató képzőtanára. Budapesten lakunk, férjem misszionárius, egy gyermekünk van, aki már felnőtt, Olivia, ő 24 éves, és egy budapesti baptista gyülekezethez tartozunk. Köszönöm szépen. Andrea. Sauerman Andrea vagyok. Magyar és német szakos középiskolai tanárként végeztem, de jelenleg a Reménység Magjai Alapítvány igazgatójaként dolgozom. Férjemmel 16 éve vagyunk házasok, és 3 gyermekünk van, egy fiú és 2 lány, és egy metodista gyülekezet tagjai vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és nagyon remélem, hogy egy jó időt fogunk együtt tölteni. El fog repülni ez az egy óra. Ott kezdenénk a beszélgetést, hogy milyen családban nőttetek fel, keresztény családba, és utána szorosan majd emellett szeretnénk meghallgatni, megtudni, hogy hogyan is találkoztatok Istennel. Ági? Én keresztény nagy családban nőttem fel, vagy születtem bele. 7 vagyunk testvérek, a szüleim hívők, voltak, anyukám él, és hát a gyerekkorunktól hallottunk Istenről, a Biblia olvasás az rendszeres volt nálunk, tehát így ismertem kicsi koromtól Istent és az evangéliumot is. Mind a 7 valamilyen szinten zenélünk, úgyhogy gyakran nálunk olyan volt, mintha zeneiskolába lettünk volna, mindenhol gyakorolt valaki, hangszeren játszott, és ezt a zene szeretetét otthonról hoztuk mindnyájan. Tehát ahogy említettem, sokat hallottam Istenről, sőt a megváltásról is, de a módjáról, hogy hogyan kell megtérni, arról nem. Úgyhogy nekem a mai napig ez nagyon fontos, hogyha megosztjuk azt valakivel, hogy mi a megváltás, akkor megmutassuk a módját is, mert volt egy néni, aki megkérdezte tőlem, egy vendégnéni, hogy te már megtértél? És mondtam, hogy én még nem, és mondta, hogy na, ha 1 év múlva visszajövök, addigra térj meg. És én úgy megijedtem, és úgy féltem attól, hogy majd visszajön, és én nem tudom, hogy hogy kell megtérni, de készen voltam rá, csak nem tudtam a módját. És találkoztam 14 vagy 15 évesen az egyik családunk közeli barátjával,
aki megtért, tehát tőlem egy-két évvel idősebb volt, és annyira megváltozott, olyan szeretet áradt belőle, hogy azt mondtam, hogy ha ezt jelenti Krisztust követni és a megtérés, akkor ez nekem nagyon, nagyon kell, nagyon vonzó, mert rossz volt az Isten képem. Tehát én Istent úgy képzeltem el, mint egy rendőrt, vagy mint egy bírót, ilyen feltételes kegyelem és szeretet képem volt Istenről. És amikor a szeretettel találkoztam, ő megosztotta az evangéliumot, és ő nem akart engem megtéríteni, csak azt mondta, hogy szólítsd meg őszintén Istent. Menj haza, és mondd el neki azt is, ha kételkedsz, bármi van a szívedben. De annyira árad belőle a krisztusi szeretet és szelítség, hogy én már hazafele végig bőgtem, tehát hogy alig tudtam meghallgatni őt, mert ez a nagy változás és az a krisztusi lelkület, ami árad belőle, az nagyon vonzó volt. Úgyhogy hazamentem, letérdeltem, megszólítottam Istent, beszélgettem vele, és az ő jelenlétében felismertem azt, hogy én milyen bűnös vagyok, átéltem azt, hogy ő milyen szent, és akkor így átadtam neki az életem, és egy hatalmas békesség áradt el bennem. Olyan érzés volt, mint amikor leszáll a repülőgép, biztos talajra landol, és akkor így megérkeztem, és most biztonságban vagyok. Hány éves voltál ekkor? Hát 15. És eddig is jártál, 15 éves korodig is jártál valamilyen közösségbe? Gyülekezetbe jártunk, református hátterem van, tehát a szülei, tehát református családban nőttem fel, és náluk minden vasárnap, sőt, gyerekisten tiszteletre is jártunk, tehát igen, igen, jártunk rendszeresen, de ezután már sokkal tudatosabban kerestem is, meg vágytam is Isten igéjére, illetve pár év után kialakult bennem az a vágy, hogy ne csak fogyasztója legyek és eljárjak gyülekezetbe, hanem annyira szerettem volna valahogy szolgálni az Urat, de hát ilyen tinédzseren el nem tudtam képzelni, mit és hogyan. És amikor mondtam valakinek, akkor így mosolyogtak rajtam, hogy szolgálni, milyen nagy szavak, és én meg azon csodálkoztam, hogy hát ez nem evidens, hogy... És aztán nagyon-nagyon szépen Isten elkészítette, hogy belekerültem a gyermekmisszióba, egy gyógypedagógus mellett 2 évig hospitáltam, és énekeket tanítottam a gyerekeknek, rengeteget tanultam tőle, és utána kezdhettem el csak tanítani. Köszönöm szépen, Andrea. Az én történetem az eléggé más. A szüleim nem voltak hívők, egy testvérem van, egy bátyám, és nagyon nagy szeretetben nőttünk fel, de nem vallásosan. Az ő szüleik, tehát a nagyszülők generációja még hívő katolikus volt, gyakorló katolikus, de a szüleink már nem. Ebben nevelkedtünk, tehát egy ilyen klasszikus ateista légkörben. Viszont voltak a környezetünkben hívők, tehát például a zongora tanárnőm, sokan ismerik Bojki Eszter és az ő családjukat. Igen. Hát ők voltak, egyikük az én osztálytársam, másikok a bátyám osztálytársa, Eszter néni a zongora tanárnőm. És az osztálytársak, a gimnáziumi osztálytársak között is voltak hívők, a legjobb barátnőm is például. Úgyhogy sokat beszélgettem a kortársaimmal, a barátaimmal. Vitatkoztunk gyakorlatilag, én érveltem a magam meggyőződése mellett, ők a sajátjuk mellett, ezek nagyon jó, inspiráló beszélgetések voltak. És hát azt mondhatnám, hogy a megtérésem története 2 szálon futott, az egyik az inkább ez az átgondolós, elméleti szál, ugye küzdködtünk megérteni az evolúció kontra teremtés problematikáját, illetve a jó és a rossz miben létét, hogy ezek egyáltalán honnan származnak ezek a fogalmak. Nekem ez különösen fontos volt, hogy ezt úgy valahogy megértsem, körbejárjam. És a másik az a személyes szál volt, tehát bár említettem, hogy nagyon szerettek bennünket a szüleink, ezzel nem volt semmi probléma, de mégis egyre inkább azt éreztem, hogy valami hiány
van bennem. Ezt nem tudom másképp megfogalmazni, mint egy hiánybetegségben szenvedtem volna. Úgy éreztem, hogy magamtól nem vagyok többre képes, nem vagyok képes arra, hogy jobban szeressek, hogy önzetlenebbül szeressek, hogy a jót válasszam. Nem tudtam, hogy miért, nem tudtam az okát, csak ezt a képességnek a hiányát érzékeltem nagyon erősen. És tulajdonképpen ezen a két szálon így párhuzamosan kezdett átalakulni a gondolkodásom, vagy a világnézetem. Míg nem 18 évesen, tehát a gimnázium utolsó évében eljutottam odáig, hogy egyszerűen csak így kijelentette magát nekem Jézus. Nagyon nagy szeretetet éreztem. Ez hol történt? Ez otthon a szobámban, érettségi előtt, nagy tanulások közepette. És meggyőzött arról, hogy egyszerűen létezik. Tehát ott volt, éreztem a jelenlétét, a szeretetét. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy olyan volt, mintha most letettem volna a fegyverzetet. Tehát, hogy amíg hadakozik az ember, és küszködik, és viaskodik, és akkor teljes fegyverletétel. De ugyanakkor egy nagyon, nagyon meleg, szerető ülelésbe érkeztem meg. Ez ugye az érettségi előtt volt, és de én nem olvastam Bibliát. Én így nem, a hívő barátaimmal ilyen konkrét dolgokról így nem beszélgettünk, hogy akkor Bibliát kéne olvasni, meg hogy hogyan tér meg az ember, tehát arról fogalmam nem volt. Úgyhogy én nyáron azt gondoltam, hogy ez ilyen pszichés folyamat volt csak, tehát hogy ez jól esett, és ennyi az egész, hogy nincs valóságtartalma. És az egyetem első évében, rögtön akkor ott ősszel találkoztam a Timóteus Társaság képviselőivel, az ELTE-n. Ők elhívtak egy őszi hétvégére, és nyilván én erre már nyitott voltam. El is mentem, és ott beszéltek arról, hogy mit jelent megtérni. És akkor ott tudtam meghozni ezt a döntést, ami egy nagyon-nagyon fontos döntés volt. Tehát gyakorlatilag már az a Jézus, akit szerettem, akit elfogadtam, onnantól fogva kezdtem őt ténylegesen megismerni. És hogy tudtad ezután összerakni a evolúció kontra? Sikerült rendezni a gondolataidat? Sikerült, igen. Most ebben nem biztos, hogy belemennék. Jó, de sikerült. De sikerült, igen. Igen. Úgyhogy, köszönöm. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Mind a ketten, ahogy ugye beszélgettünk, és kaptam tőletek információt, ahol utánatok lehet egy picit nézni, úgy vontam le a konzekvenciát, hogy egy nagyon céltudatos, fegyelmezett hölgyek vagytok, akik kerestétek azt, és szeretétek volna megtalálni, hogy mi az igazi helyetek, hol van az igazi helyetek ebben az életben. És hát ugye azért kell eltelnie jó néhány évnek, mert hogyha jól tudom, akkor Ági, te építészként kezdted. Tehát nem igazából abban a misszióban dolgoztál az elején, hanem egy irodában építészként. El se tudlak képzelni. Mesélj erről! Hát nem építésznek készültem, hanem festőművész szerettem volna lenni. És mivel megnyertem országos pályázatot, meg több oklevelet, ezért volt esélyem arra, hogy felvegyenek egy képzőművészeti iskolában. De abban az évben, amikor be kellett adni a jelentkezést, megszűnt ez az iskola, ahova tartoztam. És mondták, hogy Budapestre meg se próbáljam, ne is álmodozzak, mert annyira túl jelentkezés volt. Akkor néztem, hogy mi az, ami kicsit közelebb van ehhez, ahol rajzolni lehet, és hát akkor döntöttem az építészet mellett, és magas építő technikumot végeztem, építész tervezési osztályon dolgoztam, mint építész szerkesztő, és egy idő elteltével az igazgatónk felajánlotta, hogy teljesen a vállalat támogatásával teljesen ingyen tanulhatok a mérnöki diplomáért, és ők mindent állnak, szabadságot, mindent,
Tehát ott volt előttem egy karrier lehetősége, ami arra késztetett, hogy átgondoljam, hogy tényleg ezt akarom csinálni az életben. De ezzel párhuzamosan Isten már nagyon érlelt a szívembe azt, hogy hát végül is ezt bárki meg tudja csinálni, biztos még százszor jobban is, mint én. Viszont jó lenne valami keresztény munkakörbe, vagy teljes állású keresztény munkára és menni, és lehetőségem lett rá, mert egy misszionáris felajánlotta, hogy egy évig teljes támogatást nyújtanak, sőt, mindent megadnak, tehát lakást bérelnek, de ehhez nekem hitből ki kell lépnem, mert hogyha én ezt elkezdem, egy év után meg kell bíznom az Úrban, hogy majd ő fog rólam gondoskodni, és ő tovább vezet. Wow. Úgyhogy, hát ott voltam a döntés előtt, hogy akkor most... Mennyi ideig tartott ezt eldönteni? Hát hetek, vagy pár hét, és akkor azt mondtam, hogy akkor elvállalom, és felégettem minden hidat, elköltöztem Fehérvárról, ott hagytam az ifjúságot, a családomat, és Budapestre jöttem. Hát ez az életem egyik legjobb döntése volt, mert ez egy állomás volt azon az úton, ahol Isten aztán vezetett afelé, ami az ő jó terve az életemben. És hát emlékszem, hogy nagyon nagy döntés volt, de akkor egy év, az volt előttem a kérdés, hogy oké, most ezt csinálom, Jézus filmprojekttel dolgoztam meg gyerek evangelizáló kórussal, stb. De mi lesz egy év után? De annyira nagy volt bennem a bizalom az Úrban. Valahogy úgy éreztem, hogy ez a helyes, neki tetsző lépés. Egy év augusztusban járt le, májusban volt az esküvőm a férjemmel, és nem volt semmi gondom arra, hogy augusztustól mi lesz velem, hol lakom, stb. Stb. Tehát Istennek a csodálatos terve, hogy hogyan gondoskodott, és aztán tovább folytattam természetesen a keresztény munkát más területen. De... Folytatjuk még Braddel. Jó. Hogyha elfelejteném, csak mondom előre. Nálad ez hogy kezdődött? Eltére jártál, igaz? Igen. Ennyit tudunk. Igen, igen. Úgy mentem az egyetemre, hogy minden leszek, csak tanár nem. Hát alapvetően színházzal szerettem volna foglalkozni. Tehát ez lebegett a szemem előtt még gimnazistaként, de ugye hát megtértem az egyetem első évében, és ez teljesen megváltozott bennem. Tehát kb. Egy vagy két év alatt kiformálódott, hogy pedagógiával szeretnék foglalkozni, tehát így nagyon egyszerűen, hogy akkor tanár szeretnék lenni. És ez így is történt. Az egyik ELTE gyakorló gimnáziumban, ahol a gyakorlatokat végeztem, ott volt hely, úgyhogy oda mehettem, ott kezdhettem el dolgozni. Először csak németet, majd magyart is tanítottam, egy év után osztályfőnök lettem, és nagyon-nagyon élveztem. Egy nagyon jó iskola, és egy nagyon jó kollégiális környezet vett körül, úgyhogy nagyon élveztem. 4 évet dolgoztam ott, és akkor utána megszületett ugye az első gyermekünk, a fiunk. 8,5 évet otthon voltam a 3 gyermekkel. Picit előre szaladtál, igen. Mert a Love Story-t mind a kettőtöknél szeretném kérdezni. Jó, akkor először igen. Jön a Brad. Ő egy amerikai. Hogy került Magyarországra először is, hogyha erről, és utána, hogy a misszióban mennyire tudtatok, vagy akár ma is együtt dolgozni? Ő teológiát jött tanulni, tehát ott kezdte, érdekelte. Itt Magyarországon? Itt Magyarországon, igen, beiratkozott a teológiára. És jobban mondva azt hiszem, hogy így kurzusokat vagy szemináriumokat. De miért pont Magyarországra?
Hát azért, mert hogy ő egész életében misszióba szeretett volna menni, előtte Afrika lebegett, tehát ő azt gondolta, hogy Afrikában lesz misszionárius, és ezért ők már imádkoztak egy imakörben, és nem tudta még eldönteni azt, hogy hova hívja az Úr. Egy konferencián három különböző ember egymástól külön oda mentek hozzá, és mondták neki, hogy Brad, ahogy mi ismerünk téged, úgy gondoljuk, hogy az Úr téged Európába hív. Hát azt se tudta, hol van Magyarország, tehát ő úgy jött ide, hogy Isten teljesen erre felé az ország felé hívta el, mindent úgy intézett, hogy világos lett számára, hogy ide van elhívva, és hát nem tudott természetesen magyarul, hogy beiratkozott a nemzetközi iskolába is magyarul tanulni, és mellette pedig tanulta teológián, de hát azért kiderült az, hogy egy idő után, hogy ő misszionáriusként van itt. Uh-huh. Hol találkoztatok? A korábban említett barátunknak, akin keresztül én megtértem, ő náluk maradt, és náluk lakott, amikor ide érkezett Magyarországra, ott találkoztunk. Én voltam az első magyar keresztény lány, akivel találkozott, és ezt mindig szoktam mondani, hogy de nem kell azt gondolni, hogy meglátott engem, és woman, és akkor megragadott. De én megállapítottam magammal, hogy fú, milyen kedves, meg milyen udvarias, ennyi. Viszont az öcsémnek nagyon jó barátja lett, és gyakran járt le hozzánk a családunkhoz. Aztán együtt kezdtünk szolgálni ifjúsági táborokban, én a lányokkal foglalkoztam, ő a fiúkkal, ő tanított, én dicsőítést vezettem, és egy idő után láttuk, hogy én is láttam, hogy ilyen nagyon jól tudunk együtt szolgálni. És ő az egyik táborban, miután két év után ismertem, belém szeretett, és kérdezte az Urat, hogy megmondja-e nekem, de minden, amit olvasott, az volt, hogy várj, amit legjobban utál ez a szó. De nagyon jó volt, hogy ő engedelmeskedett akkor az Úrnak, mert hogy bár én észre felfogtam, hogy mi nagyon jó szolgálunk együtt, de érzelmileg még nem voltam ott. Aztán elhívott egy randevúra, ahol végül is nem mondott semmi konkrétat, viszont én, mivel már korábban csalódtam, meg sokakat visszautasítottam, azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, én nem akarok csalódni, de már 30 éves vagyok, én kész vagyok arra, hogy te adjál társad, viszont kérlek, hogy mutasd meg, hogy tőled van, vagy nem, mert akkor én nem is megyek, és nem kezdem el ezt a ismerkedést, vagy barátkozást. És az volt az napi üzenet és ige, hogy lántáim, vagy kezeim, munkáim, ők dicsőségemre. Én az Úr hamar megcselekszem azt. És aztán ilyen, úgy éreztem, hogy zöld utat kaptam, hogy úgy bátorít Isten, hogy na most mehetek, nem csinálok semmi rossz lépést, de ezután ő hazament 3 hónapra Amerikába. Na, én akkor tudtam meg, hogy mit jelentő nekem, de én akkor ismertem fel, hogy beleszerettem. Viszont azt álmodtam kétszer, hogy egy amerikai nővel jött vissza. És annyira izgultam és féltem, hogy tényleg ez fog történni, hogy az nagyon beindította az ima életemet, és akkor tellett egy naplom azzal, hogy az Úr, hogy mennyire bátorított, hogy ne félj, csak bíz bennem, ne félj, csak higgy, és majd meglátod az én dicsőségemet. És akkor azt kérdeztem az Úrtól, hogy na jó, de hát akkor miért most kellett neki visszamenni, hogy éppen most, amikor már olyan jól kezdtünk összebarátkozni, és hogyha te tőled van, Uram, akkor miért ment el most? És azt mondta az Úr, hogy az a szintén az aznap igéből volt, talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza, mint testben, mint az Úrban. És tényleg miután visszajött, akkor a kapcsolatunk egyre gyorsabban mélyült, és tényleg nagyon hamar megkérte a kezem, az is csak röviden annyi, hogy ott volt nálunk azon a hétvégén. Én ott szombat reggel leültem a napi igét olvasni, és azt olvastam, hogy légy veszteg, lányom, míg megtudod a rútból, hogy hova dől el a dolog, mert nem nyugszik ez a férfiú addig, amíg véghez nem viszi a dolgot még ma. És emlékszem, hogy ott ültem, és mondom, úgy érzem, hogy az Úr akar valami konkrétat mondani, de nem értem, hogy mi. Jövő hétről gondolkodtam meg mindenről, hát nem tudtam kitalálni, úgyhogy felálltam az imádság után,
aznap délután a Brad már nem bír tovább várni, és megkérte a kezem annak ellenére, hogy nem így tervezte, de igen, és rövidesen összeházasodtunk, és együtt szolgálunk azóta. Köszönöm szépen. Ez a várj szócska, azt gondolom, hogy abszolút releváns a ti találkozásotokra is. Igen, igen. Hogy történt? Hát megtérésem után összesen 9 hónapot kellett várni. Nem tudom, hogy nem erre gondoltam. Okay, jó. De hogy akkor ismerkedtünk meg, tehát akkor találkoztunk először egy nyári táborban, egy keresztény diáktáborban. Én 19 éves voltam, ő 17, még középiskolás, és nagyon szimpatikusak lettünk egymásnak. És utána elkezdtünk levelezni, hát ő kezdeményezte, meg nagyon örültem neki, elkezdtünk levelezni. De érettségi után ő Berlinben folytatta a tanulmányait, úgyhogy kiköltözött Berlinbe 3 évre, és valahogy ez elmaradt már a levelezés. Hát biztos nagyon elfoglalt volt. Sok tanulnivalóval. De bennem folyamatosan ott volt az ő neve, és amikor visszajött, akkor is találkoztunk, beszélgettünk, és az volt az érzésem, hogy szimpatikus, akár még vonzó is, de hogy éretlenebb, mint én. Tehát egyszerűen éreztem ezt a 2 év korkülönbséget. Nagyon érdekes volt. És hát nem is történt semmi, neki lett egy barátnője, másfél évig jártak együtt. És miután ők szakítottak, rá kb. Egy évre találkoztunk újra. De egyébként közte is néhányszor már összefutottunk ilyen MacDess rendezvényeken. Tehát így folyamatosan képben volt, és én mindig megállapítottam, hogy hát igen. Még megvan. Még megvan. Igen, igen. És amikor aztán újra találkoztunk 99-ben, tehát az első megismerkedés után 7 évvel, akkor az volt a nagyon erős benyomásom, hogy eltűnt ez a különbség. Tehát, hogy annyit változott ő is, meg nyilván én is. És olyan sokat jelentett ez eltelt idő a személyiség formálódásunkban, hogy azt éreztem, azt gondoltam, hogy most már igazán egymásra tudnánk hangolódni, és hál' Istennek ő is így érezte. Úgyhogy utána el is kezdett udvarolni, és rá egy évre összeházasodtunk. Nagyon szépen köszönöm. Mind a ketten most már ugyanabban a misszióban alapítvány a Rema, ugye? Igen. Magyarországon beírt, hogy mondják ezt? Tehát bejegyzett alapítvány. Mind a ketten ebben az alapítványban dolgoztok. És mind a ketten alapítóként is benne vagytok. De ahogy kezdtem a felvezetőben, Ági elmesélte nekem még a műsor előtt, hogy a alapító tagok igazából téged szerettek volna, hogy vállald el az igazgatói posztot. És te azt mondtad, hogy nem te vagy erre a legalkalmasabb, hanem tudod, hogy Andrea erre a legalkalmasabb. A mai világban azt gondolom, hogy ez egy óriási, bátor felismerés. Erről szeretném, ha egy kicsit bővebben beszélnénk, hogy hogyan tudunk meglépni ilyen lépéseket, hogy tudjuk, hogy nem a mi pozíciónk, nem engedünk a csábításnak, a pozíciói csábításnak, vagy akár az anyagi dolgoknak, nem hiszem, hogy egy keresztény misszióban ez egy kérdés, de úgy általánosságban, hogy mi játszódott le benned, hogyha ezekről az érzéseidet, és utána Andrát is kérdezem ugyanebben a témakörben, hogy zajlottak le benned, Ági? Hát ez egy hosszú folyamat volt az, hogy felismerni, hogy ki vagyok én, mik az adottságaim, mik az ajándékaim, és maga a Rema Alapítvány hogy jár jobban, hogy tudja az én adottságaimat és ajándékaimat a jobban kamatoztatni. Ugyanis én sokszor feltettem magamban azt a kérdést, kicsit lehet, hogy így zúgulódásnak is, hogy miért nem lettem festőművész, vagy mondjuk egy valamiben nagyon profi, mondjuk egy kitűnő zenész, vagy
építész vagy valami, amiben csak az. És ez különösen akkor merül fel, amikor látok egy profi zenészt, és jaj, milyen jó lett volna, hogy ha én zongorista leszek, vagy nem tudom, de hogy nem adatott meg, hogy nem vettek fel, meg különböző történetek. És ugyanakkor viszont azon az úton, ahol Isten vezetett, egyre inkább felismertem, hogy milyen adottságokat rejtett el bennem. És hosszabb idő után, ugye voltak olyan állomások, ahol az ő tervéhez olyan lehetőségeket is biztosított, hogy azokon a területeken formálódjak, ismereteket szerezzek, tanuljak, és akkor egyre inkább kikristályosodott az, hogy hát az a gyermek misszió, és az, amit én végzek, ahhoz nem kellett, hogy én zenész legyek, de jó, hogy egy kicsit gitározom, vagy nem kellett, hogy rendező legyek, de jó, hogy egy kicsit dráma és irodalom, vagy ilyesmiben otthonosabb vagyok, vagy van ilyen kis adottságom. Vagy tehát bármi, ami minden, ami ahhoz szükséges, hogy Isten ott használjon azokkal az adottságokkal, amire engem elhívott. És, de mondom, ez egy hosszú idő. Amíg én erre rájöttem, hogy ja... Ez hát, nem megy így egy pillanat alatt? Nem. Aha, okay. Nem. Hanem nagyon szeretem a drámát, adott lehetőséget, hogy drámapedagógia és nevelést tanuljak egy fantasztikus tanárnőmtől, a Rudolf Otoni Éva nénitől. Sok-sok minden olyant, ami ahhoz kellett, hogy aztán majd egy képző tanárként ezeket az adottságokat kamatoztatva, akár hogy arról van szó, hogy tananyagfejlesztés tanároknak, vagy szemléltetők, vagy gyerekeknek mesekönyv, vagy bármi, hogy azokba hely tudjak állni, és ezeket az adottságokat, ajándékokat használni. Most felmerült, hogy vállaljam el, hiszen látással rendelkeztem már az alapítás óta, ami nem az én látásom, hiszen, hanem az Úrnak a látása. És említetted az anyagit, na most igen, tehát keresztény alapítványnál ez nem szempont. Viszont én önkéntesként maradtam, és önkéntesként dolgozom a Remában most már 20 éve. És nagyon csábító volt az, hogy hú, de jól hangozna, hogy hát alapító vagyok, és tényleg kezdetektől fogva minden a fejembe, agyamba, szívembe, elhívásomba. Mi kell még több? Igen. Felismerni, hogy ez nem én vagyok. A pénzügy, az adminisztráció. Ezek a hiányosságaim vannak, de tudom, hogy ki az, aki viszont fantasztikus jó adottságokkal rendelkezik, hogy tudná ezt vezetni, és én pedig szabad lennék arra, hogy alkossak, hogy a tanítással foglalkozzak, hogy bábmesét írjak, vagy drámaszituációkat, vagy bármit. És ez volt a legjobb döntés, hiszen azt gondolom, hogyha nem vagyunk a helyünkön, ha ki mondjuk kimegy a bokám, és nincs a helyén, az nem csak nekem fáj, hanem az egész testnek is. Akkor a legjobb, ha mindannyian a helyünkön vagyunk, és akkor tudunk a legjobban, legboldogabban kibontakozni, és Isten használni bennünket. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy azt mondtam, hogy nem. És maradok a tanár képzésben, és tudom, hogy ki az, aki viszont nagyon jó lenne erre. És itt van köztünk, aki nagyon jó lett erre a pozícióra. Éva, te Andi, hogy tudsz... Oh, bocsánat, az előző műsorban. Bocsánat. Andrea, te rögtön tudtad, hogy te vagy az, vagy hogy dölt el ez benned? Nem. Én is az alapítvány kezdetétől ott voltam a kuratórium tagként, aztán később pedig tanárként, tehát én is a képzésben vettem részt. És már korábban is felmerült, tényleg most, hogy mondod, Ági már korábban is mondta nekem, hogy hát, hogy
nem szeretném megpályázni ezt az állást, tehát így tényleg évekkel korábban, és én így néztem rá, hogy miről beszélt, hát úgy nem, semmiképp. Nem. Uh-huh. És amikor ez a helyzet eljött, három gyereket, bocsánat, tehát akkor, vagy... akkor lehet, hogy éppen egy volt, vagy kettő volt, uh-huh. nem tudom, de tehát ugye én úgy vettem ebben részt, hogy az az első 4 év, amíg dolgoztam, körülbelül addig úgy kuratóriumi tagként, és amikor a gyerekekkel voltam otthon, akkor pedig nekem is nagyon-nagyon jó volt kimozdulni, tehát szombatokon néha elmenni tanítani. Tehát egy számomra is egy felüdülést jelentett, nagyon élveztem. Egy ideig együtt párhuzamosan futott még a kettő, tehát a kuratóriumi tagság és a tanítás, de tehát így is teljesen jó volt. Minden esetre, amikor a harmadik gyermekünk ugye 3 éves lett, és elkezdte az ovit, az az év egy ilyen nagyon érdekes év volt a Rema történetében, és hát igazgatói poszt megüresedett, és meg lehetett pályázni. De én addigra már ugye el kellett, hogy indítsuk a papírmunkát, hogy visszamenjek tanítani a gimnáziumba, és vissza is mentem, tehát ott elkezdtem a második fél évet, de közben Isten folyamatosan noszogatott igékkel, beszélgetéseken keresztül, és az utolsó lökés végül is a Róma 10-ben olvasható igék adták meg, hogy igenis az ige hirdetőket el kell hívni, őket ki kell küldeni. Úgyhogy ez nagyon, nagyon erős hívás volt, és gyakorlatilag ez az elhívásom erre a szolgálatra, mert akkor tudtam eldönteni, hogy jó, akkor, ahogy te is mondtad, hogy egy nagyon jó állást, vagy perspektívát ott hagyok, gyakorlatilag kilépek abból, és választom azt, hogy megpályázom ezt az állást, és el is nyertem. Az iskolában nem értették, kérdezték, hogy hát, hogy miért, hát ez biztos többet fizet, mondtam, biztos, hogy nem. Nem erről volt szó, hanem arról, hogy úgy éreztem, hogy Isten erre hív. Mi is a Rema? Ki tud erre most így, nem tudom, igazgató hölgyet kérdezem, vagy pedig... Igen, jó. Az a célunk, hogy Magyarországon is minél több gyerek és tini megismerje Krisztust, és hogy növekedjen is a hitében, a személyiség fejlődésében. De mi nem közvetlenül a gyerekekkel foglalkozó missziót végzünk, hanem az őket tanító önkéntes szolgálókat képezzük. Tehát gyakorlatilag mi felnőtt képzést végzünk, ez az eszköz ahhoz, hogy elérjük azt a célt, amit az előbb mondtam. Őket képezzük tanfolyamokon, itt egy erős, nagyon erős pedagógiai, módszertani és spirituális hangsúlyokkal, de nem teológiai képzést nyújtunk. Tini tanítókat is képzünk, gyermektanítókat is, és a másik fő tevékenység pedig, hogy tananyagokat írunk, fordítunk, publikálunk, forgalmazunk. Úgyhogy így. És ez inkább már az Ági, ha jól tudom, írsz báb jeleneteket, könyveket, tanító anyagokat. Igen, amikor éppen mire van igény, vagy mire van szükség, akkor hát abba állok bele, vagy abba állunk bele, mert nem csak én, hanem azért többen tanítók is szoktunk írni, és küldenek be, és akkor átnézem őket, és így alakul ki végül is mondjuk egy ilyen gyakorlati segédanyag. De még talán annyit hozzá, hogy a tapasztalaton alapuló tanítás a módszerünk, amivel hatékonyabban lehet elérni a mai gyerekeket, hogy bevonódjanak érzelmileg a tanításba, a bibliai igen, ez a kisfilmetekben benne van, hogy nem ismeretet szeretnétek, hanem egy élményszerű tanítást. Hogyha valaki megnézi ezt a kis filmet, Ágiról van egy csomó pillanatkép, hát nem csak pillanatkép, jó néhány perces jelenetek, ahol királynővé változol, ha jól emlékszem, és mindenféle prezentációkat ott bemutatsz. Ezt szereted is csinálni, gondolom. Ezeket te vagy ti fejlesztettétek ki, vagy valami adaptált amerikai anyag is van benne?
Attól függ, van, amiket mi írunk, van, amit fordítottunk. Nyilván, hogy a felkéréstől, a témától, a céltól függően. De igen, tehát a szívem csücske a gyerekek, nagyon-nagyon szeretem őket. És nagyon-nagyon szeretem a mesemondást. A kurzusonkon tanítom is a mesemondás művészetét, illetve megyek hozzá a mese hatás, igen, tehát illetve a mese hatása a nevelésben, tehát ezt nagyon-nagyon szeretem, vagy pedig drámaszituációkat gondolunk ki, meg írunk, amivel egész az óvodáskortól a tiniékbe lehet vonni a hallgatókat, és az a tapasztalatunk, hogy ez valóban hatékony, hiszen ha Isten valamit meg akar velünk igazából értetni, sokszor szituációba tesz minket, ő a legjobb drámapedagógus, ha csak Jónást nézem, amikor különböző szituációkba helyezte az Úr, hogy mélyebb megértés, amit verbálisan mondjuk nem nagyon tudunk megérteni. Úgyhogy én is nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltam az életembe, amint keresztül az Úr formálta a szemléletemet, és még mélyebben megismerhettem őt. Úgyhogy ez az a tapasztalaton alapuló tanítás, amit mint módszertant mi a Remában használunk. Nem csak egy formális környezetben akarjuk a gyermekeket tanítani, és nem csak ismeretátadásról van szó, hanem ez egy olyan tanítás, ami áthatja a mindennapi életet. Tehát gyakorlatilag, ahogy a zsidó kultúrában ez megvalósult, az is egy tapasztalati tanítás volt. Vagy akár, hogyha megnézzük, hogy Jézus hogyan foglalkozott az emberekkel, tehát számunkra az is egy óriási felismerés, és ez az, amit szeretnénk így átadni, hogy ez a tapasztalati tanítás, egy ilyen élmény alapú tanítás, ez nem csak most a modern pedagógia felismerése, mert ez nagyon-nagyon fontos felismerése, de hogy Jézus már így tanított, ő ezt gyakorolta. És ezt fedezzük fel közösen a hallgatókkal a Bibliából, hogy Jézus hogyan foglalkozott az emberekkel. Tehát ő például rengeteget kérdezett, meg belehelyezte őket olyan szituációkba, ahol valamit átéltek, és akkor utána, hogy valami érzelemhez kapcsoltan tudta őket tanítani. Tehát arra tudta aztán a kognitív tartalmakat ráépíteni. Hogy már megelőzte mindezt egy élmény, egy tapasztalat. Illetve Jézus nagyon-nagyon profin csinálta azt, hogy abból indult ki, abból az élethelyzetből, amiben a hallgatósága éppen volt. Ugye a fölnöveseknek, vagy tehát akár a munkakörüket, hogyha munkakörüket, tehát az életmódjukat, igen, hogyha veszük, vagy akár a konkrét helyzetek, vagy az, hogy éhesek voltak. Igen. Vagy akár tényleg az 5000 ember megvendégelésénél is, hogy Jézus pontosan tudta, hogy ez most egy pedagógiai helyzet. Itt most egy nagyon-nagyon fontos dolgot tud nekik megtanítani ezen a csodán keresztül, de nem csak hip-hop tett egy csodát, hanem először a tanítványoknak ugye át kellett azt élni, hogy ők nem tudnak adni ennek a sokaságnak. Hogy ők terhükre vannak, el akarták őket küldeni. És akkor erre építette aztán Jézus azt, amit tett, és akkor utána, amit tanított. Tényleg valóságosan ma is működik. Tehát gyerekek esetében, meg felnőttek esetében is egyébként. Tehát nem csak a gyerekeknek lenne ez fontos, hogy tapasztalatokon keresztül tanulhassanak, hanem nekünk felnőtteknek is. Egyébként ebből élnek a céges tréningek. Akár csinálhatnátok ilyet is. Én azt gondolom, hogy gyerekeket úgymond elég könnyű elérni ilyenekkel, de mi van a tinédzserekkel? És úgy tudom, hogy ti a tinédzserekkel is dolgoztok, és egy jó pár anyag ki van dolgozva, hogy erről, ha egy kicsit tudnánk beszélni, és akár ötleteket adni, mert gyülekezetekben is nagyon fontos a tinédzser munka. Hát azt tudom mondani, hogy ugyanígy talán a leghatékonyabb a drámapedagógia. Ugyanígy a szituációjáték, csak hogy elmondjak egy példát a tinikkel kapcsolatban. Az egyik hallgatónk beszámolt arról, egy református lelkész hölgy, hogy a tinieivel szeretett volna a párkapcsolatról beszélgetni.
És amikor így felhozta ezt a témát, az összes tini, így a székre lapult, mindenki leszögezte a tekintetét, nagy csend, és semmit. Egyszerűen nem tudott. Aztán eljött a tanfolyamunkra, ahol a dráma napot végigcsinálta, és ott volt egy ilyen szituációs játék, hogy egy erdőben mennyire nehéz vagy könnyű megtalálni egymást. És akkor ezt így lejátszottuk. És később elmesélte, hogy ő otthon megcsinálta ezt a csoportjával, hogy gyertek, játszunk, mindenki álljon be, fának, erdő, minden két személy, innen indul, onnan indul, csukott szemmel, meg kell találni egymást, ki kell tapogatni, hogy ki merre van, és hogyha így sikerült megtalálni egymást, akkor vége a játéknak. Na hát ez nagyon-nagyon tetszett nekik, és azután elkezdődött ugye a dráma gyakorlatoknál, mindig jön az egyeztetés, mit éltünk át, mit tapasztaltunk, milyen érzés volt, stb. És akkor így elkezdtek egyeztetni, és már benne voltak a beszélgetésbe. És egy nagyon-nagyon jó beszélgetés. Tehát amit így verbálisan nem tudott elérni, azt egy ilyen szituáción vagy játékon keresztül. Wow. Így például. Igen. Milyen módszerek vannak még? Azt gondolom, hogy Kerekes Szabolcs csinálja ezt inkább. Tudtok egy picit az ő munkájáról is mondani? Igen, valami? Ő is több éve a REMA munkatársa, önkéntes munkatársa, és ő vezeti a tini tanfolyamot, tehát a tini vezetőképzést, de a többi REMA tanár is besegít. És ő például nagyon nagy hangsúlyt fektet a kapcsolatra, tehát hogy a tinédzserekkel való kapcsolat az kritikus, tehát hogy mármint, hogy annyira fontos, hogy csak akkor nyílnak meg valóban, ahogy te is mondtad, hogyha már kialakult valami fajta bizalmi légkör. Erről nagyon sok szó van, hogy mik ennek a nehézségei, tehát egyáltalán miért nehéz a tinikkel kapcsolatot létesíteni. Ugye beszélhettünk is, vagy beszélünk is a tanfolyamon sokat arról, hogy milyen a posztmodern kultúra, tehát miben élnek a gyerekek, hogy mit jelent az, hogy nagyon sokan közülük egy ilyen passzív-agresszív magatartást vesznek fel. Tehát ezeket nekünk, tanítóknak, vagy velük foglalkozóknak érdemes megértenünk, hogy ne csak a falakat lássuk, hanem egy picit a falak mögé is belássunk. És akkor ezek után pedig nagyon sok olyan tevékenységet lehet beépíteni a foglalkozásokba, amik megmozgatják a tiniket. Őket már nem feltétlenül annyira mondjuk ilyen játékokon keresztül, bár a szituációs játékok az egy picit más, azt nagyon szeretik, de ilyen egyszerűbb játékokat már nem feltétlenül, hanem például, hogyha sikerül őket érzelmileg megszólítani egy videóbejátszáson keresztül, ugye, ami az ő alapvető nyelvük. Igen. Tehát sokkal vizuálisabbak, mint az őket megelőző generációk. Akkor abból már kiindulhat egy beszélgetés, tehát hogy érezték magukat a szereplők, belehelyezkedhetnek az ő helyzetükbe, és akkor ebből már ki tud indulni egy jó beszélgetés. Gyakorlatilag ott is az élményekre építünk, csak más, az ő esetükben esetleg más játéktevékenységgel indítjuk. Lehet, hogy ehhez tapasztalat kell. Tehát, hogy rá kell érezni, hogy mi az, ami az adott életkornál és az adott csoportnál működik. Uh-huh. És még hogyha az embernek sok tapasztalata van, még akkor is mellé nyúlhat sokszor, tehát nekem van ilyen. Itt, hogy én is mellé nyúltam most, hogy nem Éva vagy, hanem Andrea, úgyhogy bocsánat még egyszer. Hát itt is az ember azt gondolja, hogy na, ez egy tuti jó játék, tevékenység, tinikkel ez működni fog, és tehát ilyen halálos unalomba torkollik, és akkor az ember nyilván nagyon rosszul érzi magát, tehát van ez. Tehát nem lehet tökéletesen tanítani, ezt egyszerűen tudomásul kell venni, és túl kell ezeken a kudarcokon lépni, és azt mondani, hogy nem baj, itt most nem az a fontos, hogy én hogy éreztem magam, hanem hogy azért legközelebb is szavazzanak, akkor a bizalmat legalább, hogy eljönnek, hogy ott vannak, és akkor majd legközelebb jobban sikerül. De hogyha a kudarcunkat látják és beismerjük, az tényleg segít. Igen. Főleg a tiniknek, igen, nem? Igen, így van, így van. Uh-huh.
Tehát például egy játékot a felénél félbe hagyni. Az már bátorság. Látom, hogy ez nem működik, jó, akkor nem erőltetem, nem csináljuk. És akkor leülünk, és elkezdünk csak beszélgetni. És akkor lehet, hogy pont emiatt, hogy de ez furcsa, ehhez nem vagyunk hozzászokva, akkor, akkor utána meg szerintem pont ez a lényege annak, amiről most beszélünk, hogyha merünk szabadon azok lenni, és azt mondjuk, hogy hát ez nem sikerült, akkor ez egy őszinte emberi kapcsolatokra egy nagyon jó alap. Pontosan. És a hitelesség. Hitelesség. Tehát ez a hitelesség. Tehát én azt gondolom, hogy a tiniknek az a legfontosabb, hogy hiteles tanítók legyünk. Különben nem érdekli a gitárunk, a bibliánk, a programjaink, semmi, hogyha nem tudunk hiteles tanítók lenni. És a másik, amit tapasztalok, hogy ki vannak éhezve a gyakorlati hitre. A működő gyakorlati hitre. Én ezt a kiskamaszoknál is látom, akiket tanítok a gyülekezetbe, hogy amikor ilyen nagyon nyugtalanok, és nagyon-nagyon nehéz őket lenyugtatni, vagy bármi, amikor elkezdek beszélni arról, hogy Isten mit tett, és tényleg én nagyon-nagyon sok gyakorlati csodát átéltem meg, sok-sok történetem van, a mérges kígyótól, a pumától, hogy őrzött meg az Úr, a hurikánba, Mondjuk a mérges kígyó jöhet. Igen, jöhet. De akkor elcsodálkoznak rajta, hogy jé, és annyira megérinti őket, hogy Isten most is ugyan olyan, és megőriz, megvéd. Kint festettem Alabamában, ahol a férjem családjánál, kint 6 órakor, mert olyan meleg van, hogy akkor lehet még csak kint kibírni. És mivel csendben voltam, közel jöttek a mókusok, mindenféle állat. És néha fölálltam, és kicsit így hátra léptem megnézni a festményt, és akkor egyszer jött egy ilyen Federal Express-es autó, átadta a levelet, fordult volna meg, és elkezdett dudálni, mondom, mit akar, amikor már odaadta a levelet. És mutat nekem oda. Majdnem elájultam. Mögöttem volt egy mérges kígyó, de ugye én nem láttam, hogy többször hátra léptem, hogy az ott volt mögöttem. De ami nagyon különleges és érdekes volt, hogy egy királykígyó, ami sokkal kisebb, mint a nagy mérges kígyó, rátekeredett és megölte a mérges kígyót, ami mögöttem volt. És nekem ez olyan fantasztikus és szimbolikus. És tehát például ez, hogy őrzött meg az Úr akkor, amikor én nem is tudtam, hogy mi leselkedik, milyen veszély van közvetlen körülöttem és mögöttem meg, hát még sok-sok minden. A lényeg, hogy amikor azt osztjuk meg, hogy működik Isten, hogy gondoskodik rólunk, hogy véd meg a hurikánba, vagy tornádóba, a tűzbe, a vízbe, a mindenbe, akkor az olyan mély hatással van, hogy az Úr most is ilyen. És azok a mély imádságok, amik ezek után, azok a hálák, hogy hát te most is ilyen vagy, Uram. Tehát, hogy ki vannak éhezve, hogy nem csak a Bibliában és a bibliai történetekben, hanem most itt, saját életünkben, Isten ugyanaz. Nagyon köszönöm. Van még néhány percünk. Arról szeretnék még kérdést feltenni nektek, hogy hogyan tudjátok elérni a gyülekezeteket, hogyan tudtok kommunikálni velük, kijártok-e, vagy konferenciákat szerveztek, hogyan lehet a Remával kapcsolatba lépni. Igen, ez alapvetően az én feladatom, hogy próbáljak minél több gyülekezeti vezetőhöz eljutni, vagy szolgálatvezetőhöz, hogy megismerjék egyáltalán, hogy mi az, amit nyújtani tudnánk, és kiderüljön, hogy ott szükség van erre, vagy nem. Olyan is volt már, hogy kiderült, hogy egy profi nagyon jó, nagyon elhívott, nagyon elszánt gyermekszolgáló csoportot már működik, és egyszerűen nem volt arra szükség, hogy képzést vigyünk a gyülekezetbe, de nagyon sok helyen valódi szükség van erre. Meghirdetünk Budapesten is tanfolyamokat, és folyamatosan keressük a lehetőségét, hogy vajon hol van igény a mi munkánkra, a mi szolgálatunkra országos szinten, tehát nagyon sok városban jártunk már, ilyenkor gyülekezetek befogadnak, és ott tartjuk a képzéseket. Ilyenkor te is mész, Ági? Hogyne. Csoporttal mentek? Nem, hanem
egyenként megyünk egy napot, vagy fél napot, attól függ, hogy mindenkinek kialakultak azok a témák, azok a témakörök, amik közel állnak hozzá, és azt tanítják. Úgyhogy hát nem tudjuk azt a luxust megengedni, hogy együtt vagy többen megyünk, mert ugye sokfelé járunk, és vannak lehetőségek ország határon túl is, akár Székelyföldön jártunk, vagy Újvidéken, hogyha jól emlékszem. Felvidéken is. Felvidéken is, igen, igen, igen. Most jelenleg 12 önkéntes tanárunk van, és mindenki annyit vállal, amennyit ő szeretne, és megengedhet így a családi élet és a munka mellett. És akkor mindig beosztjuk, hogy ki mikor hová megy, mit tanít. Úgyhogy ezt így próbáljuk megszervezni, és hát folyamatosan azért nyilván az is a feladatunk, hogy hírét vigyük ennek a lehetőségnek, ennek a szolgálatnak, tehát próbálunk hirdetni, hírleveleket kiküldeni, e-mail marketinggel élni. Például, hogyha valaki egy tábort szervez, és oda meghívnak benneteket egy hétre, akkor elmentek azért így besegíteni, vagy nem? Erre így még nem volt példa, hogy meghívjanak egy egész hétre, inkább arra, hogy előtte szerveztünk egy konferenciát, egy képzési napot, hogy az ő tanáraikat felkészítsük. De nem kizárt, hogy a jövőben ebben is fogunk gondolkodni. Ugye mi alapvetően a képzéssel, a felkészítéssel foglalkozunk. Egy kivétel van ez alól, illetve kettő, egy tini tábor és egy gyerektábor. A Balaton.net konferencián, nyári konferencián, családi programon évek óta, igen, tulajdonképpen ez volt az első év, amikor nem voltunk jelen, de előtte 9 éven át mi adtuk a gyerekprogram egészét, vagy egy részét, igen, és ott tulajdonképpen bemutattuk azt, hogy mit csinálunk, és hogyan szolgálunk, vagy hogyan tanítjuk a gyerekeket. A tini tábor, az pedig szintén az önkéntes tanáraink közül néhányan szervezik minden évben, és ott pedig szintén ugye ezzel a módszertannal, ezzel a szemléletmóddal, és ők is nagyon sok önkéntes segítőt vonnak be ebbe a munkába. Az anyagot meg lehet venni tőletek, vagy igen, ez szabad? Igen, vagy igen. Ne? Igen. Uh-huh. Árusítjuk az anyagainkat. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Tehát akkor magyarul, ha valaki ír nektek, megadja... Megtalál bennünket az elérhetőségeinken, van egy honlapunk a Rema Alapítványnak, a honlapja, és ott minden információt megtalálnak rólunk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és nagyon jó beszélgetés volt, azt gondolom, és szeretném önöket is bátorítani, hogy amire elhívott bennünket az Isten, arra érdemes odaszánni az életünket, az időnket, mert abba lesz igazán békességünk és boldogságunk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket. Viszontlátásra!